Sziasztok! Kijöttünk egyet Mariborba bringázni. Jöttünk majd 4 kört, nyilván felvonóval. Neki lehet esni az eső. Ezt a videó legvégén szerintem majd be is vágom, amikor csöpögő esőbe jövünk lefele. Többiek elmentek haza. Én meg úgy gondoltam, hogy kis edzés értéknek találtam egy mászós részt fölfele, ugye a lájtos 12 km, 900 méter szint. Mondom, EVS stájlba beadunk egy kör Maribort. Úgyhogy lássuk, mi lesz belőle. Kemény menet volt. Ha jól rémlik, vagy 12 km, 900 méter szint. Volt benne, vagy 15 méter lejtő lefele. Annak úgy tudtam örülni. De ha minden igaz, felértünk a csúcsra. Gondolom, már kutya nincs itt. Várj, hogy nézem, a felvonó még működik. Hurrá! Na, mindjárt indulunk lefelé. Hoppá! 1, 2, 3, majdnem elfelejtettem. Egy kis fékmelegítés. Kíváncsi leszek, mennyire lett sáros az esőtől. Arra még jöttem fölfele, volt eső bőven. Hú, esküszöm, jobb, mint délelőtt, majd délután, bocsánat. Ó, ezt most szolidra vesszük, fáradtan. Igyekszem amúgy most ésszel menni, full egyedül. Zárva van amúgy is az egész. Meg fáradt is vagyok. Meg kell majd álljak, eléggé fáj a lábam, pedig nem akartam. Sík részeken igyekszem pihenni. Már amennyire tudok. Csúszik.
Where's my ninja gear? Egy kis pihenő meg itt. Jó. Ez nagyon szar így. Vagyis hát nem szar, csak kemény. Hú. Viszont ez a kilátás, meg a csend, ez minden felfelé métert megért. Az egyszer biztos. Kellett volna lent menni. Hogy ezen a cseszett sáron ne kelljen átmenni, na mindegy. Ez az. Na, utcsó szakasz. Erre kicsit rápihenek. Ezt eddig droppoltuk, csak nem tudtam mennyire sáros. Thank you.
he continues to set up. Oh, I have a stump. Na, most ezt sárba lehet, hogy kihagyom. Hát gyerekek, ezt túléltük. Maribor. Felt a kerősbe. Fáradtan. Hurrá.